Tisztelettel köszöntök mindenkit a megjelentett Csetintőség önkormányzatának alapuló ülésén. Külön tisztelettel köszöntöm Profutós járási hivatalvezető urat, hogy megtisztel minket. A mai napirendi pontok a következőek lesznek. Az első napirendi pont Csetény helyi választási bizottság elnökének jelentése a 2019. 10.-13. önkormányzati választások eredményéről. Előadó Cseszneki Anikó, helyi választási bizottság elnök. A másik napirendi pont Csetény községi önkormányzat képviselőtestületének tagjainak eskütétele. Az esküt kiveszi Cseszneki Anikó, helyi választási bizottság elnök. A harmadik napirendi pont Csetény községi önkormányzat polgármesterének eskütétele. Az esküt kiveszi Cseszneki Anikó, helyi választási bizottság elnöke. Negyedik napirendi pont Csetény község önkormányzat polgármester programjának az ismertetése. Előadó Nagy Attila polgármester. Ötödik napirendi pont az alpolgármester megválasztása. Előadó Dr. Molnár Máté jelző. Hatodik napirendi pont az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása. Előadó Dr. Molnár Máté jelző. Hetedik napirendi pont, polgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó Dr. Molnár Máté, jegyző. Nyolcadik napirendi pont, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó Dr. Molnár Máté, jegyző. Kilencedik napirendi pont, Csetény községi önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2015, 11.-4. önkormányzati rendelet módosítása. Előadó Dr. Molnár Máté, jegyző. Tizedik napi rendi pont, Csetény községi önkormányzat, képviselőtestületi tagok tiszteletdíjának megállapítása. Előadó Dr. Molnár Máté, jegyző. Tizenegyedik napi rendi pont, Csetény Szápár önkormányzatok óvodai intézményi társulás társulási tanácsába tag delegálása. Előadó Nagy Attila polgármester. Majd ezt követően szeretném felkérni Prof. Miklós urat néhány mondat megosztására. Amennyiben szerintem aztán akkor én átadnám a szót az első napi rendi ponttal kapcsolatban Csetény helyi választási bizottság elnökének, Cseszneki Anikónak, hogy tájékoztasson minket az önkormányzati választások eredményéről. Köszönöm szépen. 2019. október 13-ai önkormányzati választásról az alábbi jelentést teszem. Magyarország Köztársasági elnöke 2019. október 13-ik napjára küldte ki az önkormányzati választást. A választási munka előkészítése a törvényekben és rendeletekben előírt alapján történt. A helyi választási bizottság három tagja a határidők pontos betartásával végezte a munkáját. A községben kettő szavazókörben szavazhattak a polgárok. A szavazás lebonyolítását, a választási eredmények megállapítását a választási bizottság végezte. A választásokhoz kapcsolódó előkészítő és lebonyolító munkával kapcsolatban kifogás nem merült fel. A választásra jogosultak névjegyzékbe felvettek száma 1517 fő. A szavazáson megjelent 914 fő, így a részvételi arány 60,51%. A polgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 891, amik közül Nagy Attila független jelölt 617, Kálmán Attila független jelölt 274 szavazatot kapott. A választási szabályzat értelmében az a jelölt lesz a polgármester, aki a legtöbb szavazatot kapta, így a megválasztott polgármester Nagy Attila független jelölt. A képviselői mandátumokért 14 jelölt versengett. Itt a leadott érvényes szavazólapok száma 885. Sludné Varga Diana, Fidesz-KDNP 541 szavazat, Varga József Endre független 527, Nagy Tiborné független 518, Bognár Barnabás független 491, Gavacs Zsolt Kálmán, Fidesz-KDNP 478, Hegedűs Bernadett független 381, Krelné Csizmadia Tímea független 349,
Somogyi Barnabásné független 347, Kálmán Attila független 342, Szita János független 210, Varga József független 188, Majorné Jakab Gyöngyi független 133, Major György független 100, Lővei Sándor Fidesz-KDNP 77 szavazatot kapott. A lakosságszám alapján a megválasztható képviselők száma 6 fő, így tehát községünkben a helyi önkormányzati képviselő testület tagjai a következők: Sludné Varga Diana, Varga József Endre, Nagy Tiborné, Bognár Barnabás, Gavad Zsolt Kálmán, Hegedűs Bernadett. A Veszprém megyei önkormányzati képviselők listás választásának eredménye csekély településen a következő: Fidesz-KDNP 559 szavazat, Jobbik 118, DK 74, Momentum 62, Mi Hazánk 57, MSZP 25 szavazat. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek a választási szervek iránt tanúsított bizalmát. Gratulálok a megválasztott polgármesternek, képviselőknek, és Csetény község érdekében eredményes, jó munkát kívánok. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Csetény fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíteni. Én Nagy Attila. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Csetény fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíteni. Köszönöm. Köszönöm.
A negyedik napirendi pontnak értünk, hogy Csetén községi önkormányzat polgármester programjának az ismertetése. Kicsit lányozavalommal vagyunk, hiszen nem túl sok gyakorlat van ebben, hogy az ember esküdtesz a Csetén település lakói előtt. Ugye eddig egyszer estem ezen át 2014-ben. Ugye én emlékeztetőn mondtam azt legutoljára, hogy a rendszerváltás Cseténben 2014-ben megtörtént, hiszen 14-ben döntött a lakossága abban azzal kapcsolatban, hogy egy új irányt vegyen fel a település, és szerintem 2019-ben a lakosság csupán arról döntött, hogy megerősítse azt, hogy a testület jól végezte eddig a munkáját, illetve ezt az irányt fenntartsuk, hogy esetleg változásra van szükség. Nagyon örülök annak, hogy hogy végül így alakult ez a választás, és egy olyan képviselő testülettel ülhetek itt most önök és mindenki előtt, aki tényleg azt mondhatom, hogy elkötelezett azért, hogy a Csetént tovább fejlesszük, illetve úgy gondolom, hogy tudják majd támogatni azokat a törekvéseket, amiket már eddig elkezdtünk, illetve aktívan részt fognak venni a munkába. Előzetesen annyit, hogy egy kicsit én is másképp képviselem, vagy képzelem el a következő időszakot, ami előttünk áll, kicsit aktívan képviselőtestületi munkát várok majd, ezt nem a testületi tagokkal közösen átbeszéljük. A délután még mielőtt elmondanám a programot, mert délután megnéztem azért, hogy 2014-ben hogy volt ez az alakuló ülés. Hát akkor rengetegen voltak, pont szerintem a rendszerváltozás miatt, de azért most is hála Isten elég sokan vagyunk. Most ugye hallom Annáskoát, illetve Abigének gagyogását, akkor azt hiszem az óvodánál pont azt mondta, hogy majd lesz új óvoda, remélem az én jelenetre is oda járnak. Hát tényleg azt mutatja, hogy az idő rendkívül szalad, illetve tényleg a település is, hála Isten, fejlődik. A programmal kapcsolatban nem szeretném felolvasni azt a programot, amit kiküldtem már a lakosságnak a választási kampányban, de mégis egy összefoglalót azért szeretnék előadni a jelenlévőknek, de az összefoglaló előtt néhány gondolatot engedjenek még meg nekem. Talán a legfontosabb az az, hogy 2014-hez képest más világban jelenleg. 2008-ban a gazdasági válságból kikerülve 5 éve egy felfelő menő gazdaság volt jellemző Európára és Magyarországra egyaránt. Ezt a pozitív hatást próbálta meg jól kihasználni Csetén is, 2014 és 2019 között. A következő időszakban más típusú működésre lesz szükség. Nem lesz már lehetőségünk arra, hogy növekvő adóbevételekkel számoljunk a következő 3-5 évben. Mérsékelt fejlesztések ideje jön ez miatt, és a berendezkedés az önfenntartása. Mert ahogy már tapasztaljuk, illetve önök is hallják a híreket, látják a tendenciákat, sajnos egy újabb gazdasági válság kapujában állunk. De Csetén az elmúlt időszakban igyekezett felkészülni arra, hogy jobban bírja a külső tényezők által okozott hatásokat. Fejlesztéseink esetén mindig megvizsgáltuk azt, hogy milyen bevételek társulnak hozzá. Az óvoda fejlesztésénél pontosan tudtuk, hogy a gyermek létszám növekedése lehetővé teszi az óvoda biztos fenntartását. Csak megjegyezném, hogy ami kettő csoportos volt az óvoda, szinte többet kellett hozzátenni a test az önkormányzatnak az óvoda működéséhez, mint most, amikor 3 csoportos, mert sokkal jobban alakultak a kihasználtsági mutatói. Az egészségháznál pedig a fejlesztésnek köszönhetően a fenntartási kiadásaink csökkennek. Ezért itt is költségnövekedés nélkül tudjuk üzemeltetni egy jóval nagyobb alapterületű, egy jóval komfortosabb életet. Az iparterületnél nem az adóbevételek növekedése volt a fő cél, hanem a népesség megtartó erő növelése. És a megfelelő megállapodásoknak köszönhetően a népesség megtartó erőn felül adóbevétele is lesz a településnek, mely további stabilitást tud hozni számunkra az előttünk álló nehéz években is. A kastély beruházásnak a vége még odébb van, és sajnos látjuk, hogy a műemlékek felújítása egy olyan fekete lyuk, aminek még mindig nem tudjuk, hol a vége, de bízunk benne, hogy munkáknak eredményeképpen a szükséges többletforrások is rendelkezésünkre állnak, ahhoz, hogy a teljes épület megújulhasson. Egy fontos megjegyezni, hogy az épület 50%-a saját erőből újul meg. Ez adja igazán a nagy feladatok számunkra. A kastély fenntartása lesz talán a legegyszerűbb számunkra, mert olyan ideális környezet kialakítását valósítjuk meg, amiben garantált lesz a folyamatos bevétel. De célunk az, hogy a kastélyt
nem a turizmusnak egy egyszerű formája irányába, hanem úgynevezett konferencia turizmus irányába vigyük, így folyamatos bevételt tudunk szerezni, de Csetén optimális helyezkedik el a térképen. Még előbb mondta azt, hogy gyakorlatilag 4 megyejogú város és 50 kilométeren belül van Cseténhez, és ez tényleg érdemes megvizsgálni, mert mondhatjuk azt, hogy tényleg a legjobb helyen vagyunk. Ahogy Veszprémnek a déli intézmény központ, ahol a Penny van, az pontosan a Dunántúlnak a legjobb logisztikai pontja, hogy ezt egyszer valaki hazamegy és megnézi körzővel, vonalzóval, ez pontosan így fog kiállni. Láthatja a lakosság, hogy az önkormányzatunk gazdálkodása mindvégig az elmúlt 5 évben és azelőtt is tudatos volt. És mindig is az lesz a jövőben is, amennyiben a képviselőtestület támogatását majd élvezni fogod. Az előttünk álló 5 év programját, ugye már mint mondtam, eljutottam mindenki számára, de ismételten nagy vonalakban szeretném ezt elmondani előtt. Talán, hogyha lebontanánk, akkor a következő fő pontokra bontanánk le ezt a programot. De nagyon fontos a közösségépítés, hiszen tényleg rengeteg mindent építettünk, mondhatjuk azt, hogy materiálisan sokat gyarapodott településünk, de valahogy a közösségépítéseknél úgy gondolom, hogy van még mit tennünk, illetve az esetleges rosszul tájékozott embereket is bevonni azba a közösségbe, aki tényleg előre próbálja vinni településünket. Ezért továbbra is kiemelt célja az önkormányzatnak, az egyházaknak és a civil szervezeteknek a támogatása, és a települési közösségi programok fenntartása. Fontos az, hogy a fenntartása semmiképpen nem már a tovább bővítése. Inkább a meglévő programoknak ezen szintű minőségi fenntartása. Mert a bővítéssel már tényleg úgy gondolom, hogy a családtól veszik el az időt. Fontos az önkormányzat számára a fenntarthatóság, amit az előbbiekben is mondtam. Az önkormányzati vagyonelemek folyamatos karbantartása. Most, hogy azért itt vannak mások is, mint akik szoktak testvéri ülésen lenni, csak egy egyszerű példát mondanék, régen az óvodának a fenntartására évente költöttek pár százezer, 1 millió forintot, attól függően, hogy éppen mekkora volt a baj. Megújítottuk ezt az óvodát, most csupán a légkezelő rendszernek a karbantartása kerül 1 millió forintba évente, de mivel ugye mondtam, hogy alapvetően a bevételeink ott is jól alakulnak, illetve a költséggazdálkodásunk, így ez is belefér a költségvetésünk. Fenntarthatósághoz tartozik a lakossági adóbevételek helyett az önkormányzati vállalkozásnak a bevételeinek a növelése. Illetve ugye a fenntarthatóság az is, hogy minél kevesebb kárt szenvedjen a lakosság, így a csapadékvízelvezetés rekonstrukciójának a folytatása. A gazdaságvédelem szintén kiemelten fontos számunkra, hiszen a vállalkozásokat támogatnunk kell, illetve létre kell hoznunk az iparizési adóbevételből egy bizonyos részt, amit tartalékként kell elhelyeznünk, ahhoz, hogy a jövőben, amennyiben szükség van rá, akkor legyenek plusz tartalék részünk, amihez hozzá tudunk nyúlni. Ilyen számlával most is rendelkezik az önkormányzat. Az önkormányzati ingatlanoknál nem egyszerűen bérleti díjat szed be jelenleg Csetén község önkormányzata, hanem létrehozott egy felújítási alapot, ahol valamennyi bérlő odafizet be egy meghatározott összeget, amit gyűjtünk, és amikor az önkormányzati ingatlanok felújításra kerülnek, akkor abban a forrásból tudjuk dedikáltan az önrészt biztosítani. Fontos számunkra, illetve mindenki számára a biztonság növelése. A biztonság az nem csupán az anyagi javaink biztonságát jelenti, hiszen most már látjuk, hogy van kamerarendszerünk, bár a hivatalos átadót még nem tartottuk meg, de eljön az az idő is. A közlekedés biztonság fokozása is kiemelten fontos. Az iskola előtt fekvőrendőt szeretnénk elhelyezni szerintem egy hónapon belül, illetve zebrát felfesteni, mert tényleg azt látjuk, hogy a mindennapokban akkor a sebességgel közlekedik néhány autós, és főleg olyan is, aki nem helyi, hogyha ott egyszer valaki kiugrik, akkor nem fog tudni megállni, ezért egy fekvőrendelő, egy zebra felfestés a közeljövőben nem tudni, bocsánat, 2 fekvőrendelő. Ezen kívül a településen áthaladó úton 3 zebra felfestését is meg fogjuk oldani, ami közvilágítás minimális korszerűsítésével is jár az adott területen, illetve új járdákat is kell építenünk a zebrák kialakítása miatt. De ahogy a programomban is írtam, további új járdák építése is szükséges lesz. A tájékoztatási formák fenntartása is kimondottan fontos, mert bár mindenki most boldog és a százalékok jót mutatnak, én a magam módján mégis nehezen értem meg október 13-át, én úgy éreztem, hogy egy olyan rágalommal járatnak voltam kitéve, amit ember nehezen visel el. Pedig én úgy gondolom, hogy az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy hitelesen tájékoztassa a lakosságot, és ezt a hiteles tájékoztatást a jövőben is kívánjuk fenntartani. És én csak azt kérem majd a lakosságtól, főleg, hogyha nézik ezt az adást, hogy tájékozódjanak az önkormányzati platformokon, ott minden le van írva,
pontosan. Ilyen, mint az online testületülés fenntartása, a nyitott önkormányzat továbbra is nyitva áll a település előtt, hiszen bár engem nehezen lehetett elérni, hiszen társadalmi megbízatású polgármesterként láttam el a fonatomat, amikor valaki bejött a hivatalba, hogy beszélni szeretett volna velem, akkor megállapodtunk egy időpontban, évikén keresztül vagy direktbe telefonon, és én azon az időponton pontosan itt voltam. Lehetett az reggel 6 vagy este 8 óra is. A 6 órán többnyire nem szerették, amikor 6 órára jött valaki. A közösségi média használatát továbbra is fenntartjuk és erősíteni akarjuk, illetve a mi újság csetében is szeretném tovább erősíteni. Mint látják, a lendületünk most is megvan, bár lehet egy kicsit fáradtnak tűnünk, de csupán azért van, mert rengeteget dolgoztunk. Nem is emlékszem rá, hogy 2014-ben ilyen sokáig tartott volna az alapülés, hiszen ilyenkor már régen dolgozni szerettünk volna és haladni előre, de a formai dolgokat megtartjuk a jövőben is. És én nagyon bízom benne, hogy kezdtem is mondandómat, hogy ez a testület is képes lesz arra, amit a legköszönő testület képes volt, hogy egy fejlődő településért, egy élhető csetérnél dolgozzon a jövőben is. Én köszönöm, hogy meghallgatok, és remélem, hogy 5 év múlva itt találkozunk. Köszönöm. Az alpolgármester megválasztása, itt az előadó dr. Molnár Máté, ez csupán egy technikai ok, hiszen az alpolgármester megválasztása az a polgármesterhez tartozó rész. Most ugye mindig vissza tudok mutatni 5 évvel ezelőtt, hogy akkor hogy értük meg ezt az alpolgármester választást, akkor néhány emberben volt bizonytalanság, hogy ki lesz az alpolgármestere Csepének. Sőt, volt olyan, aki engem megkeresett, hogy ő szívesen vállalná, volt olyan, aki én kerestem meg, hogy vállalja, de a végén azért csak összejött egy olyan alpolgármester, akitől megválni nagy hiba lenne. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 év mutatta azt, hogy Csepének valójában két polgármestere van. Van egy valódi, aki a eddigi alpolgármestert tudni volt a Diana, és van egy másik, aki egy kicsivel többet hozzá tud tenni a településhez, és ezért tette jól kiegészítve egymást, komoly sikereket értünk el. Én szeretném felkérni ezen tisztségellátására úgy szintén is tudné Varga Diánát, és szeretném megkérdezni, hogy vállalja le. És akkor azt hiszem, ez az első, amit meg kell szavaztatnom a tisztelt képviselőtestülettel. Én bízom benne, hogy ők is hasonlóan látják az elmúlt 5 évet, és ezt a felkérést szavazatukkal támogatják, illetve jóvá hagyják. Amennyiben a tisztelt képviselőtestület támogatja Studné Varga Diána alpolgármester jelölését, az kérem készfeltartással jelezze. Én tartozkodom. Egy tartozkodás mellett 6 igennel elfogad. Ennek a szavazásnak titkosnak kellett tartani, de nem gondolom azt, hogy ezt titokban kéne tartani, az ember kivel akar együtt dolgozni, illetve volt itt ez mellett már elég bizonyíték, hogy ezt szerintem nyilvánosan meg lehessen szavaztatni. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálok a fogadáshoz. Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztására korábban a szót a dr. Molnár Máté jegyző úrnak. Röviden is megkösszön. A megállapodottakat. Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása a 6. naprendi pontunk. Az ügyrendi bizottság tagjaira javaslatot tett polgármester úr Hegedűs Bernadett, Kavarcs Zsolt, illetve Valóda József Endre képviselők személyébe. Akkor én kérdezném sorban, először kérdezem, és hogyha vállalja, akkor szavazunk róla. Jó? Akkor szeretném megkérdezni Hegedűs Bernadett képviselő asszonyt, hogy az ügyrendi bizottság tagja vállalja-e? Igen. Jó. Köszönöm szépen, aki először elfogadja, akkor kérdezném a tisztelt képviselőtestő tagokat, hogy amennyiben elfogadják Hegedűs Bernadett ügyrendi bizottság tagként, akkor ezt kérem készfeltartásra jelezzék. Meglátom, hogy 6 igen, és egy tartózkodás mellett Hegedűs Bernadett az ügyrendi bizottság tagja. Kérdezném Gabacz Zsoltot, hogy vállalja-e a bizottsági tagságot. Jó. Akkor amennyiben a tisztelt képviselőtestőt elfogadja, akkor kérem készfeltartásra jelezze Gabacz Zsolt bizottsági tagságot. Köszönöm szépen. Hát igen, egy tartózkodás mellett. És a Varga József Endre képviselőtársamat kérdezném, hogy vállalja az ügyrendi bizottságban való részvételt. Köszönöm szépen. Amelyen a képviselőtestület tagok elfogadják Varga József Endre jelöltségét, kérem készfeltartásra. Ez hat igen, és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen.
Következő napirendi pont, átadom a szót, tudom mondani, mert érdezőgőnök. 5. napirendi pontként a polgármester és tisztelt diának megállapítása tárgyában. Az MTV vonatkozó passzusai szerint államtitkári illetményből számolandó társadalmi megbízatású tiszteleti polgármesterünk számára, de ez Csetény vonatkozásában bruttó 249.293, plusz költségkérdéstérítésként 37.394 forint kerül megállapításra. Jó, akkor amennyire a kiegészítésként annyi, hogy a főállású polgármesternek ennek pont a duplája a fizetése, illetve a költségterítés az még magasabb. Amennyiben a tisztelt képviselőtestület elfogadja a jegyző ura által meghatározott tiszteletdíjat, és ezt biztosítja a polgármester számára a következő időszakban, aki ezt feltartásra jelezze ki. Köszönöm szépen. Akkor az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, dr. Molnár Máté jegyző úr. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása az MTV vonatkozó passzusai szerint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának legfeljebb 90%-os mértékű összeg meghatározása lehet. Ez jelen esetben bruttó 224.364 forint plusz költségtérítésként 33.655 forint. Jó. Kérdezem alpolgármester azt, hogy megfelelő így? Jó, akkor amennyiben a képviselőtestület támogatja ezt az indítványt, kérem készfeltartásra jelezzen. Köszönöm szépen. Jó, a következő napirendi pont Csetény község önkormányzat szervezetés működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Átadom a szót jegyző úrnak. Csetény község önkormányzatának 20/2015 évi november 4. önkormányzati rendeletét kötelezze az alapulésünkön felülvizsgálni. Ez szerint a rendelet első számú mellékletet, amely a képviselőtestület névsorát tartalmazza, aktualizálnunk kell a jelenlegi névsorra. Kettes számú mellékletet az ügyrendi bizottság szerint kell megállapítani, illetve a 6. számú mellékletet a jegyzőkönyv hitelesítők nevét kell tartalmaznunk. Ez polgármester úr javaslatára Nagy Tiborné és Lúdni Vazadiának. Szeretném kérdezni először Nagy Tibornét, hogy elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítőjét feladatot. Jó, amennyiben a képviselőtestület tagok ezzel egyetértenek, azt kérem készfeltartásra jelezzük. Köszönöm szépen, hat igen egy tartózkodás, és akkor Lúdni Vazadiának elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítőjét. Köszönöm, hogy a képviselőtestület tagok ezt elfogadják, kérem készfeltartásra jelezzük. Hat igen, egy tartózkodás mellett. Jó, akkor valamennyi SMS módosítás jelenleg csak a nevek cseréjével jár. Valójában a képviselőtestület szerintem lehet az idejében, de a jövőben egy biztos, hogy egy tüzetesebb SMS módosítás volt végre adni a jelenlegi SMS. A 10. napi rendi pont Csetény Község önkormányzat képviselőtestület tagok tiszteletdíjának megállapítása. Itt egy kicsit módosítanánk az eddigi bevett gyakorlaton, hiszen tényleg az látszik, hogy 2014-ben nem tudtuk, hogy mennyi munka a településen. És ugye azzal, hogy társadalmi megbízatás a polgármesterben, szükség volt arra, hogy csapatként is dolgozzunk, így azért ez a csapat elkezdett már akkor dolgozni, és viszonylag hatékonyan is haladtunk előre. De most azért az látszik, hogy a fejlesztés az talán kicsit mindig könnyebb, mint a fenntartás. A fenntartásra egy kicsit több energiát kell tenni, kicsit jobban oda kell figyelni, illetve a másik, hogy nekem mindig nehezemben esik vasárnap reggel felkelni, és hogyha azt hallom, hogy valahol illetve egy gép zúg, hogy akár egyes képviselőtársam mellett négy házzal, akkor én megyek oda szólni. Mondhatnám azt, hogy az én részemről a jövőt illetően elvárás a képviselőtestületi tagok irányába, hogyha már megszavazunk egy rendeletet, akkor annak a betartása, a betartatása, az nem kizárólag a polgármester feladata legyen, hanem az önké is. És szeretném azt, hogy ebben is egy kicsit aktívabban részt vegyenek, de valójában inkább az egyéb munkákban számítok rá, hogy továbbra is, ahogy eddig is. A eddig Csetény Község önkormányzatának képviselőinek a tiszteletdíja az 20.000 forint volt per hónapban, ami mondhatjuk azt, hogy nem éppen nagy összeg. A jövőben én 50.000 forintot szeretnék javasolni nekik,
ami úgy szintén nem nagy össze. De mégis azzal, hogy a testületi munkával foglalkozni kell, már mindannyian tudják, illetve a statisztikáink is azt mutatják, hogy sokkal több testületülésünk van, sokkal több határozatot hozunk, rendeletet módosítunk, tényleg aktív munka zajlik ebben a településen, és akár a szabadidőből, akár a családtól elvett időből áldoznak erre. Én úgy gondolom, hogy ezt az 50 ezer forintos tiszteletdíjat ezért kőkeményen meg kell dolgozni. Ezt órára lemondjuk, akkor ez egy nagyon alacsony óradíjat fog jelenteni számunkra. A gazdasági helyzetünk is lehetővé teszi ezt az arányú kifizetést. Én tényleg azt szeretném, hogy egy kicsit mindenki érezze a megbecsülést nem csak a választók részéről, hanem az önkormányzat részéről is, és ennek függvényében álljon majd hozzá a munkához. Kérdezem, hogy elfogadja a tisztelt képviselőtestület az általam javasolt díjat. Van esetleg hozzáfűzni? Ha nincs, akkor kész feltartással jelezni. Köszönöm szépen. Két igen mellett elfogadjuk. A Csetény község, Csetény Szápár önkormányzatok óvoda intézmény társulási tanácsában tag delegálása. Itt két szemét tudunk delegálni az intézményi társulásba. Itt gondoltam és kérném, bízom az elfogadásban Bognár Barnabás esetében, amennyiben elfogadja a felkérés képet. Jó, amennyiben egyetértünk, mert akkor kérem készletartásra érezzük, támogatjuk. 6 igen helyi tartózkodást, illetve Hegerős Bernadettet delegálnám még ebbe a társulásba. Elfogadja a jelölést? Jó, akkor amennyiben a tisztelt képviselőtestület támogatja, akkor kérem készfeltartásra jelezze. Ha igen, egy tartózkodás mellett elfogadja. Akkor szeretném pár szóra átadni néhány percre Profitós Zilci járási hivatal vezető úrnak a szót, hiszen azt hiszem 2014-ben is itt volt az alapulülésünkön, megtisztelt minket, akkor is adott nekünk némi útravalót az előttünk álló időszakra. Hát nézzük, mit ad a következő évben. Köszönöm. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt lakosság! Hirtelen elbizonytalanodtam, hogy pár szó lehet, vagy pár perc. De először a gratulációt követően, ami azt gondolom, hogy már egy 5 évig jól végzett munka eredményeként lehet megtenni. Ezen túl egy szolgálati közleménnyel kezdeném. A képviselőtestületek tagjai azok minden önkormányzati ciklus elején a kormányhivatal által szervezett képviselői képzésen vettek részt. Fognak részt venni most is azzal a különbséggel, hogy nem kell ezért Veszprémbe utazni, ez egy online felületen elérhető e-learning képzés lesz. Én azt gondolom, hogy ha gyakorlott képviselő, ha valaki új képviselő, mindenképp ez egy hasznos dolog. 5 évvel ezelőtt, amikor itt álltam, akkor mindenki bizakodással fogadta. Hát én azt tudom mondani a járás minden települését ismerve, hogy ez a bizakodás, ez beteljesedett bizalommal vált csetényiek körében, mert míg 1990-től 2014-ig önkormányzati ciklusról ciklusra Csetény képviselőtestületének presztízse az szépen eldevalválódott, ez megfordult ez a folyamat, és a megye egyetlen települése sem tud, legalábbis lakosság számára is ilyen mértékű fejlesztéseket magáénak, mint amit 5 év alatt végrehajtott a képviselőtestület. Ehhez szívből gratulálok. És hát természetesen ez konfliktusokkal jár, nem mindig mindenki azonos mértékű örülni egy-egy sikernek. Vannak, akik egyébként a sikerekért küzdenek a lelkük mélyén, de hát a nép az mindig bölcs és felül kerekedik a józanész az irigységen. Én a képviselőtestület munkájához egyébként a Korondi temetőben egy kő keresztre felvésett idézettel szeretnék erőt, kitartást, türelmet kívánni a következő 5 éves munkához, és ezt szeretném felolvasni. A
az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet. Mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. Mégis érj célt. Ha jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tett a jót. A becsületesség és az őszinteség sebezhetővé tesz. Mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolják egy nap alatt. Mégis építs. Az embereknek szükségük van a segítségedre, ha segítesz, támadások érnek. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Hasonlóan sikeres 5 évet kívánok a képviselőtestület munkához. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen ezeket a szavakat, illetve szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétet, és tényleg azt gondolom, hogy az előttünk álló időben is mindenki előtt nyitva áll az ajtón. Bárki forduljon hozzánk bizalommal, az önkormányzat továbbra is egy olyan működési formát kíván fenntartani, a lakosság érdekeit és igényeit szolgálja. Mondhatjuk azt, hogy egy nyitott önkormányzatot működtetünk ezután is. Köszönöm, hogy itt voltak, és mindenkinek jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!